fergeteges éjszakát varázsolt a Flipper zenekar a rock'n'roll hívők szombatesti éjszakájába. Bérces Viktort és társai az örök ifjú Szandit látták vendégül a Petőfi moziban. Teljesen azonos hullámoszon vagyunk, szerencsére. Legalábbis én úgy látom, mert a Szandi is alapvetően a rock'n'roll világából indult, és a mai napig is én azt látom rajta, hogy ezek a kedvenc zenéi. És mi is onnan indultunk, tehát gyakorlatilag közösek vagy a gyökerek, hogyha úgy tetszik. De ő is elkalandozott egy picit az utóbbi időben más műfajokban, meg mi is. De azt szokták mondani, hogy a rock'n'roll az egy örökzöld stílus, és oda mindig minden körülmények között vissza tudunk nyúlni. A rockcsitri Pintácsi Alexandrából, aki több mint 20 esztendeje egy helyre piros svájci sapkában ismerhettünk meg, negyed század után is tartja jó formáját. A gyönyörű, három gyermekes édesanyja fantasztikus hangulatot varázsolt a fehérvári rock Vörös Tamás féle bölcsödéjében. Egy énekes vagy énekesnő, ennyi év után is, én most már 23 éve vagyok a pályán, ennyi idő után is megtartsa a vitalitását, illetve a örömét lejje abban, hogy színpadon áll, nagyon fontos a családi háttér. Az, hogy nyugodt körülmények közé térhessen haza. Hát három gyermek édesanyja vagyok, és 16 éves voltam, amikor megismerkedtem Csabival, a férjemmel, és azért ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ők rettenetesen sok erőt adnak mindenhez. Bogdán Csaba, a büszke apuka és zeneszerző, az első pillanatoktól fogja Szandi kezét, mosolygó szeme pedig arról árulkodik, soha nem is engedni el. Úgy érzem, hogy mi nagyon harmóniában élünk, tehát nagyon próbáljuk megőrizni azt a mi kis világunkat, a mi öt fős világunkat, amiben megtaláljuk a boldogságot és az örömet, és akármennyi nehézség van az életben egyébként, mindig, mikor együtt vagyunk, mi család, nagyon fontosak például az esti vacsorák, esti imádkozás, közös örömek, hogy így mi valahol egy ilyen kis sziget tudunk lenni. A jelenség nem a túlfűtött érzelmekről szól, sokkal inkább azokról a pillanatokról, amikor a fiatal felnőttek, a szülők, de akár a nagyszülők is önfeledten szórakozhattak együtt.